Drágám, jól áll rajtam ez a ruha? Kérdezi a nőm. És vajon mit válaszoljon a férfi? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Folytatjuk a körülbelül egy hónapja megkezdett Párkapcsolati Játszmák című sorozatunkat Gáborral közösen. Egy újabb jelenetet fogunk nektek bemutatni, mindazokkal a magyarázatokkal, amelyek arra utalnak, hogy vajon mi történik a nőben, és mi zajlik le a férfiban akkor, amikor ezek a kérdések elhangzanak. Nézd, édes, vettem egy új nadrágot. Jól áll rajtam? Nem nagy a fenekem benne? Szerintem gyönyörű feneked van benne. Tényleg? Vagy csak azt mondod, amit hallani szeretnék? Nem, ezt gondolom. Miért szerinted nagy? Hát igen, egy kicsit lehet, hogy nagy. Akkor miért nem veszel fel egy másik nadrágot? Akkor végül is szerinted is nagy, ugye? Nem. Régen kisebb volt. Hogy te mekkora egy... Igen. Na, nincs benne nagy fenekem? Nincs. De figyelsz te rám egyáltalán? Hogy nem? Na, még egyszer. Tökéletes. Veled aztán sokra megyek. Mi is történt itt valójában? A nő, és gyakrabban esik ez meg a nővel, elégedetlen önmagával. Ezért tulajdonképpen a nőben lejátszódik egy játszma önmagával. Ez a játszma arról szól, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég csinos, túl nagy a fenekem, nekem nem áll semmi elég jól. Miután ő benne van a játszma, és benne van az elégedetlenség, az elméje úgy működik, hogy keresni kell hozzá egy tükröt, egy önigazolást. És így a nő berántja a játszmájába maga mellé a férfit is. Tulajdonképpen bármit mondhat a férfi, és ahogy láthatod, sok variációt felvonultattunk, az mind nem számít. A férfi ilyenkor egy tükör szerepét tölti be, és a tükör mindegy, hogy mit mutat, a nő azt fogja a tükörben meglátni, amit ő maga keres benne. Na most, hogyha a nő elméjében azok az állítások szerepelnek, hogy nem vagyok elég csinos, nagy a fenekem, nem kellek, nem vagyok elég jó, akkor a tükörben is ezt fogja keresni önigazolásul. Így a férfi hiába mondja, hogy neki tetszik, bármit mondhat, azt is mondhatja, hogy csinosabb, gyönyörű, ha meg sem szólal, bármilyen véleményt is fogalmaz meg, a nő mindenképpen azt fogja ebből leszűrni, amit ő hallani akar, vagyis azt, hogy túl nagy a feneke, és nem áll jól neki a ruha. Ha férfi vagy, és nézed ezt a videót, akkor tudd, hogy ebben a játszmában gyakorlatilag nem győzhetsz, de nem is kell szerepelned. Mert ebben a játszmában neked gyakorlatilag egy statiszta szerepet osztanak, és a véleményed, a valós megnyilatkozásod nem is számít. Így ha egy nő, a párod ezt a kérdést felteszi neked, hogy drágám, jól áll-e rajtam a ruha, nincs-e benne nagy fenekem, akkor egész egyszerűen mosolyal az arcodon, ültesd le ezeli a videó elé, és játsd le neki ezt a rövid filmet, majd nevessetek rajta egy jót. Ha pedig nő vagy, akkor vedd észre, hogy a játszmába a férfit csak belerántottad, de valójában egyáltalán nem veszed észre, hogy a játszmát önmagaddal folytatod le. Erősödj meg abban, hogy csinos vagy. Ha tényleg kikéred a férfi véleményét, akkor pedig fogadd be azt, amit mond. Hidd el, ha azt mondja, hogy tetszik neki, akkor az valószínűleg úgy is van.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Mi nagyon jól szórakoztunk ismét. Tartsatok velünk személyesen, önismereti kurzusaink bármelyikén eztán is. Szerezzétek be otthonra önismereti könyveinket, valamelyiket vagy mindegyiket, akkor még akciókat is találtok. Illetve tartsatok velünk a következő videókban is, akár ennek a párkapcsolati játszmák sorozatnak a keretében is. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magatoknak kívánnátok még. Vajon milyenkor a helyes válasz, és mi zajlódik le a nőben? Mi történik a férfiban ilyenkor? Nem jó. Miért? Nincs az, hogy zajlódik. Miért? Zajlik. Jó, akkor lesz baki parádénk is. Gábor? Nincs benne nagy fenekem? Várj, és a kávé. Gábor?